Hello, sztok! Butipro vagyok, és üdv az 1.8-as update bemutatójánál. A bemutatom, mit tettek be az 1.8-ban, a várva várt The Bountiful update-be, amire több mint fél évet vártunk. Persze nem az összes dolgot mutatom be, mert a lista szörnyen hosszú. Így végigfutni is nagyon sokáig tart. Futok. Még mindig futok, még mindig nincs vége a listának, még mindig van új nagy vége, mindegy, kezdjünk is neki. Elsőként itt láthatjátok a három új kőtípust, a gránitot, andezitot és a dioritot. Ezek bárhol spawnolnak a föld alatt, vagyis generálódnak. Nincs semmilyen speciális funkciójuk, csak dekorációnak vannak. Négy ilyen blokkból csinálhattok egy ilyen simított változatot. Ennyicske. Itt egy nagyon érdekes blokk, a slime blokk. Különös képessége például, hogy entitások visszapattannak róla. Ez nagyon jó vicces. És ez a blokk tapad, tehát hogyha mellé rakunk bármilyen blokkot, akkor az hozzá tapad. És így el lehet húzni őket pisztonnal. És sőt, még az entitásokat ki tudja lőni. Itt így mondjuk egy itemet is. Így. Viszont a pisztonhoz nem tapad, pedig ilyen nyálkás az alja. És pont úgy, mint bármilyen más blokkot, a piszton ebből is a 12-t tud eltolni. Itt még simán eltolja, de hozzáteszek még egyet, azt már nem bírja. De cool. Egy kis újdonság az, hogy most már lehet craftolni ezt a mohás kőtiglát, egy liámból és egy kőtiglából, és lehet craftolni még ezt a karcolt kőtiglát két fél tiglából. Aztán itt az új slash block data command, amivel ilyen NBT datát lehet változtatni ilyen blokkokon. Például, hogyha elkezdek játszani ezzel, hallhatjátok, ilyen mély hangot ad ki, de ha átírom a note tagot 25-re, akkor sokkal magasabb hangot ad ki. És sok más ilyent lehet átírni rajta. Például itt egy láda, amit normálisan ki lehet nyitni, de ha most így lelokkolom hello-val, ez csak egy szó, bármi lehet, akkor láthatjátok, hogy már nem lehet kinyitni, de ha kezembe veszem ezt a akármilyen itemet, mondjuk ez egy fence gate, ami át van nevezve ezzé, akármi minden van írva, akkor már ki lehet nyitni. Szexi. Aztán egy új target selector, ez az @E. Itt van. Ez nem csak playereket, hanem az összes entitást célozza meg. Ez rengeteg új lehetőséget ad. Például az összes, mondjuk összes itemot teleportálja csak. Így szétszorok egy pár itemot, így összvisz, és most így az összeset hozzám tépészte. Még azt is, amit nem akartam. Tehát ez, rengeteg potenciálja van. A kövid dolog, amin változtattak, az az enchantolás. Tehát, hogyha most adok magamnak 30 levelet, meg mindent, akkor láthatjátok, hogy itt már két slot van, nem csak egy. Egyik az a itemre, amit akartok enchantolni, és lapis lazuritra. Tehát most a enchantolás nem csak XP level kell hozzá, hanem lapis lazurit is. 1, 2, 3. És most már megmutatja, hogy milyen enchantot kapunk, legalábbis az elsőt. Tehát itt írja, hogy 3 lapis lazurit és 3 XP-t kér. Most így rákattintok, akkor kaptam egy 6-2-est és sújtás 4-es kardot. És nem vitte a 30 levelt, hanem csak 3-at. Aztán ők zajongtak itt a háttérben. A villager-öket változtatták egy kicsit. Most már nem a... Befognátok egy picit, köszönöm. This can't sound... Tehát most már nem csak a köpenyük színe általában felosztva, hanem azon belül is még ilyen munkák szerint. Tehát ez itt egy Fletcher, és ez is, amúgy nincs is magyar fordítása. De mondjuk ez egy leather worker, tehát ilyen szabó. Várjunk. Elnézést, tehát
ez itt egy szabó, aki általában ilyen bőrcuccokkal trade-el. És ha már itt vagyunk ezeknél a kerítéseknél, akkor elmondhatom, hogy megváltozott a crafting recept. Már nem 6 bot kell hozzá, hanem még kell 2-2 deszka két oldalra. Csak azért, hogy lehessen az összes fafajtát craftolni belőle. Tehát itt van a fenyő, a dzsungel, a sötét tölgy, akácia és a... Fehérfa. És ha már megcsinálták a kerítést, miért ne csinálják meg az ajtókat is? Tehát itt a fenyőit is, a nyír, a dzsungel, ez a akácia, sötét tölgy, tojás. Egy új command, a slash particle, amivel ilyen részecskéket tudunk létrehozni. Ilyen robbanás részecskéket, hogy átírom ledge explode, ledge smoke-ra. Akkor ilyen füst particle-t lehet. Speed-et átírom nullára, gondolom ez a speed, vagy nem. De ez a speed. Akkor csak így füstöl. És rengeteg ilyen particle van. Ha be tudnám írni rendesen. Explode, large explode, huge explosion, tehát rengeteg. Lehet ezzel így eljátszani. Aztán a két új command, a clone és a fill. A clone az arra van, hogy egy bizonyos 3D-s területet klónoljunk. Tehát ez az egyik koordináta a másik, és ez a harmadik, hogy hova szeretnénk klónolni. Aztán a fill command pedig hasonló, mint a clone. Tehát tulajdonképpen össze van gyúrva a clone és a set block. Tehát egy háromdimenziós területet telítünk be valamilyen blokkal. Valamint, valamint hogyha sok set blokkot randoltunk volna. Tehát egy egyszerre, 2x3x3, tehát akármennyi blokkot le tudunk tenni. Ami tök jó. A slash tp-n változtattak egy kicsit, ugye eddig a player-t csak így különös koordinátákra lehetett teleportálni, mondjuk innen ide, vagy bárhova, de most már azt is lehet, hogy merre legyünk fordulva. Tehát így elindítom, akkor lehet látni, hogy szép lassacskán fordulok lefelé, és egy picit jobbra, átlósan. Ezt az, itt az x, y után, ez a x, y, Z mögött levő két koordinátával lehet állítani rajta. Elnézést. Tehát ez így tök cool. Tehát mostantól az item frame-ek nem csak 4 felé, hanem 8 felé lehet forgatni az itemet benne. És ezek szerint, ez szerint veszi ki a komparátor a jel erősét. Tehát 3 fordítás az 3, 4 fordulás az 4 jel, 5 fordítás az 5-ös erősségű jel, és így tovább. Aztán itt egy új game mode, a game mode spectator, amivel így spectatorni lehet, így lehet figyelni, megfigyelni bárkit, bármit. Villagerök szemszögéből is nézhetek akár, és itt nem csinálnak semmi érdekeset, beszélgetnek egymással, még az se nagyon. Hát, tulajdonképpen ennyi az egész. A villagernek farmolnak, csak nekem valamiért nem akarnak. Ha. Ja igen, az erről ne feledkezzek. Ez a legjobb blokk itt. Vagy nem. Ez, ne nézzenek hülyének. Ez a barrier. Itt van, igen, itt van valamilyen blokk. Tehát ez a, egy ilyen force field. Nem lehet átmenni. Nem lehet széttörni survivalben, nem lehet látni, láthatatlan. Csak akkor láthatjuk, hogyha a kezünkbe vesszük ezt az itemet kreatívban. Aztán beraktak egy új vas csapóajtót, ami hasonlít a fa csapóajtóhoz, csak ezt nem lehet kézzel kinyitni, csak redstone-nal. 4 ilyen vas rút kell hozzá, amit láthatjátok. Érdekes. Aztán itt van pár új command, például a slash execute, amivel, ami azt teszi, hogy a megcélzott játékos fogja véghez vinni azt a parancsot, amit ide beírunk. Tehát, hogyha most így elindítom, akkor pont az én helyemen robban a tűzjáték.
Te csak én indítottam volna el. Pum. Ez nagyon hasznos lehet. Aztán itt egy test for blocks command, ami hasonlít a test for blockhoz, csak itt így több blokkot lehet összehasonlítani. Itt a első koordináta, második koordináta, ezek a kettő közötti terület van bejelölve, és összehasonlítja a harmadikkal. És hogyha ugyanaz a két terület, tehát hasonlít, akkor az szerint egy outputot visz belőle a komparátor. A dispenzereken változtattak egy kicsit. Tehát hogyha mindjárt bemutatom. És amúgy, hogyha nyomjátok a Ctrl-t és a pick blokkot, akkor ezeket tile entity-ket MBT tagostul, mindestül lehet pick blokkolni, tehát megmarad a parancs benne. És hogyha ezt beteszem a dispenserbe, akkor már nem kidobja az itemet, hanem leteszi a command blokkot és a benne levő parancsot is. Lehet elindítani ezzel egy pum, és ennyi. Hasznos. Ez egy egészen cool feature. A kutyák megtámadják a csontvázokat. Logikusan, hiszen csontból vannak. Hát látni. Fuss, csontváz, fuss! Egy új mob került be a játékba. Az Endermite. Ja, ez egy kis ilyen Silverfish kombinálva Endermannel. Hát ez nem teleportál, támadja a playert, sok értelme nincs, nem droppol semmit. Akkor spawnol, amikor egy Enderman elteleportál, vagy amikor mi használjuk az Ender Pearl-t. Ennyicske. Aztán itt egy új command, a slash world border, amivel egy ilyen barriert tudunk magunk köré hozni. Persze most pont hosszul állítottam be. Most ugye ezen a force field-en nem tudunk kimenni. Ha kint ragadunk, akkor így sebződünk survivalbe. De így nem tudunk kimenni, így ennyi. Így limitál minket ebbe a kis mezőbe. Fölfele meg lefele végtelen. Szerencsére. Aztán van kettő, igazából három új ez a game rule. A harmadikat azt nem ide írtam. De ezek annyit tesznek, hogy ez a random tick speed, ez felgyorsítja a Minecraftban történő dolgokat. Tehát ha leteszek egy ilyen saplinget, itt már próbálgattam, és átállítom a game rule random tick speedet. Itt nem true false-ra, hanem számokra, mondjuk így akár 9000-re. Akkor lehet látni, hogy ezek a fák sokkal gyorsabban nőnek. Pum! Ki is nőtt egy. És ha kiszedem összes fablokot, hopp! Már is eltűnt az összes levél. Már is benőtt a fű a földet. Szerintem kitöröltek több fát is, csak a demonstráció kedvéért. Eltűnt minden. Így fel lehet gyorsítani mindent. Hopp, ez bagos. Ennyi igazából. Wow! Mindegy. A másik game rule az melyik is az a show death messages. Ez annyit tesz, hogyha true, akkor semmi különös, nem változik. Hogyha false, akkor nem fogja mutatni ezeket a halál üzeneteket. Például, hogy player mi az? Suffocated in the wall, player fell out of the world, tehát ezeket a chatbe, hogy ki halt meg mikor. És van egy, még egy, ez a game rule reduced debug info. Ez annyit tesz, hogy ha true, akkor itt a F3 menüben nem mutatja a koordinátákat, meg ilyesmit. És false, akkor semmi különös. Falsi. Pont. Aztán van egy új customized world type, hogyha csinálunk egy új világot, lehet itt választani a default, a nagyon lapos, a large biomes amplified, és itt a customized, amivel itt lehet customizolni magyarul, szépen mondva, úgyhogy
sajátosítani, tehát a tengerszintet változtathatjuk, milyen magas legyen. Csináljon, generáljon barlangokat, villageket, templomokat, lehet a randomize, lehet még ezeket, hogy mennyi mondjuk aranyat, mennyi redstone spawnoljon, és lehet itt már előre megcsinált kis pályákat játszani. Tehát rengeteg kombinációja van. Lehet játszani vele. Egy új command kerül be a játékba, a slash title, ami hasonlít a slash telrahoz, csak itt nem a chatbe, hanem az arcunkba nyomja a szöveget. Hello, YouTube. Ez kell először a title, és alája a subtitle. Hol van itt? Subtitle nem működik title nélkül, ezt a kettőt egyszerre kell létrehozni. Vagy mi? Tehát új rossz fiúk lettek beállva a játékba. Ezek a Guardians, ilyen halszerű vízi lények, amik támadják a playert. Van egy boss-szerű változata is, ez a Elder Guardian, ami valamivel nagyobb, erősebb, veszélyesebb. És olyan hangokat, Jézus meg, olyan hangokat ad ki, mint a dino. Mindegy. Ezek a rossz fiúk. Halat, Prismarine Shardot és néha szivacsot dobnak. Ezek a Prismarine Shardok arra jók, hogy craftoljunk Prismarint, Prismarine téglát, sötét Prismarint és Sea Lanternt. Ez világít a sötétben amúgy. A szivacs pedig igazából nem is szivacsot, hanem olyan nedves szivacsot dob, amit ki lehet szárítani a sütőben. És ha kiszárítjuk, akkor kapunk egy ilyen szivacsot, amit használhatunk. Igen, felszívja a vizet. Oh yeah! És miután kiszáradt a szivacs, akkor, hogyha láva és vödör volt itt, akkor megtölti a vödröt vízzel. Egész cool. Egy új ilyen földtípus, nem is lett berakva, hanem meg lett kicsit változtatva, ez a coarse dirt. Eddig is benne volt a játékban, de nem lehetett megszerezni, csak úgy. Na, most lehet craftolni két shoulderből és két földblokkból. Ilyen textúrája, kicsit más, mint a földé, és nem terjed rá a fű. Igen. Tök jó. Egy új enchantment lett berakva a játékba, ez a Depth Strider, ami tulajdonképpen segít a vízben úszással. Így futok szépen a földön, szép gyorsan, beugrok a vízbe, milyen lassacskán megyek. Amint felveszem ezeket a cipőket, enchant már milyen gyorsan tudok sétálni benne. Tehát ez erre jó. Egy újabb parancs lett berakva, a Replace Item, ami hasonlít a Give-hez, csak itt specifikálni lehet azt is, hogy melyik slotba tegye be nekem, vagy inventory slotba tegye be. Beteszem egy 7-est, akkor a 7-es inventory slotba teszi. Bum, ide. És itt a gaming card. Nem csak nekem, hanem mondjuk egy zombinak is lehet, mondjuk a fejére tenni sisakot, vagy egy ládának a 16. szlottjába tenni egy, mondjuk egy tortát. Erre jó ez. Nyuszik! Nyuszik! Nyuszi! 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 Még több nyuszi! Nyuszmok! Nyuszika! Fura nyuszi! És... gyilkos nyuszi! Ah! Ne! 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 Mennyi nem! Mennyi nem! Rossz nyuszi! Rossz nyuszi! Oké. Okay. Bocsi. És ezek a nyuszik, amint lehet látni, dobnak ezt-azt. Többnyire húst, amit meg lehet sütni sült húsival, és azt meg lehet enni, és még lehet belőle craftolni nyúl levest. Ez amúgy egy gomba, de lehet az a barna gomba is.
És ez, amit láttak, ez a rabbit hide, ez a bőrük, amiből lehet csinálni ilyen bőrt. És még ritkán dobnak nyúllábat, amiből lehet kifőzni magas ugráspotit, hogyha megiszok. Hát így felugrok meg két blokkra is. Hell yeah! Szinte survivalben is meg lehet csinálni. Most már a birkák dobnak húst. Realmaten. Amit meg lehet sütni. Sült hússá. Az effect command már nem csak számítékkel működik, hanem ezekkel a szóval betűkkel írt idékkel. És most már a másodperc és a erősség után be lehet írni, hogy true vagy false, tehát hogy mutassa-e ezeket a buborékokat, vagy ne. A true az, hogy nem mutassa, amúgy. Stats command. Ez nagyon bonyolult, nem is értem nagyon. Szóval ez nagyon bele kell merülni bele. Mert ez bonyol. A mob spawnerra már rá lehet kattintani akármilyen spawneggel, akkor azt a mobot fogja spawnolni. Tehát itt egy farkas spawner, tintahal spawner, tehát akármi. És a többi spawneggel is működik. Csak ezeket választottam ki, random. Az elektrizált creeperök által megölt mobok dobják a fejüket. Például ez a zombi. Fej! Joppa, itt a zombi fej. Most már idézhetünk villámlást is. Hell yeah! A zászlók, hell yeah! Ezek olyanok, mint a táblák. Így lehet forgatni őket bárhogy. És sokféle variációjuk van. Nem csak hogy színek, de különböző mintákat lehet csinálni. Így beteszek egy zászlót, akkor körbeveszem. Vagy csinálok egy ilyen sárga olyan jelecskét. Nem akarok mondani. Ilyet csinálni vele. Ilyet mondjuk. Ez mondjuk pont nem csinál semmit, úgy tűnik. Bekerítem kékkel. Piros. Pöttyöt teszek bele, így. Bármit! Fekete... itt a crafting table. Fekete mintázatot teszek bele. És így lehet vele egy játszani, azt hisz. Micsoda rondaság. A napfény detektorokat most már invertálni is lehet, hogy a holdfényt detektálják. Tehát most átállítottam jobb klikkel holdfény detektorra, akkor nem nyílik ki a piszton, mert hát nincs éjjel. Tehát, amit éjjelre váltok, kinyílik a piszton, mert hát éjjel van. Nem ott a hold. De ha visszaállítom napfény detektorra, akkor behúzódik, mert hát nincs napfény. És visszaállítom nappallá, kinyílik. Tök cool! Armor stands. Yeah. Ilyen kis bábuk, vagy próbababák, vagy hogy is mondjam. Tökt forgatni összvisz. Rá lehet tenni a armort, vagy akármi mást. Mondjuk mobheadeket. Akkor lehet, hogy kezeket állítsunk bele ki. Kicsikét csináljunk bele, vagy akár kezébe is adjunk tárgyakat, hogyha ez meg van engedve. No baseplate. És nem tudom, hol van. Mert az 1.7-ben benne van a vörös homok. Sokan kérték, hogy tegyék be már akkor a homokkőt is. Hát betették. A karcolt homokkő, a félkő, sima, és persze a lépcsők. Észre lehet venni, hogy a vörös homokkőn itt egy wither minta van, amíg a normálisan egy creeper fej. Cool. A baconek fénye változik attól függően, hogy milyen színű színezett üveg van felettük. Tehát ha van itt egy kék színezett üveg, akkor kék lesz a sugár. Ha teszünk egy pirosat, akkor keveredik a kékkel és van lila. Ha teszünk egy sárgát, keveredik azokkal, sárga, zöld. És ezekkel a üveglapokkal is működik.
tudjuk, hogyha kivesz, kiterem a pirosat, akkor ilyen piros, sárgás, full piros. Mit tök durva? Nagyon cool! És itt az Entity Data Command, amivel az entitásoknak az NBT dátát lehet változtatni. Tehát itt egy normális birka, átcsinálom diszkó birkává, fejjel lefele birkává, vagy repülő birkává. Ha-ha-ha, jó, de szadista vagyok. És beraktak még egy új világtípust, ez a Debug World. Hogyha a kiválasztáskor nyomjuk a Shift-et, és így kattintgatunk, akkor itt a Customize mögött megjelenik egy Debug Mode. Ha behozunk létre egy világot, akkor mindjárt legenerálódik. Wow! Tehát így ez nem is egy normális világ. Itt az összes blokk, összes dátája így megmutatódik. Hát így félhangzik, tehát csomó tűz, blokkok, hogy nem néznek ki. Redstone szignál, ez összes ilyen blokk, ami csak létezik. Wow. Úgy írták, hogy ez a textúrapakkok készítőinek lehet hasznos. Vagy akármi másnak. Mindegy. És persze még rengeteg más minden raktak be. Én csak a legfontosabbakat próbáltam megmutatni. A több információt látogassatok el a www.minecraftwiki.com oldalra. Hát ennyi volt már. Ez volt az 1.8-as update. Tetszett a videó, lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel, írjatok kommentet, bármit. Botipro voltam. Sziasztok!